Bejelentést tett a rendőrségen egy tiszabői lakos, hogy egy ismeretlen bement az otthonába, és elvitt 5000 forintot, valamint egy aranyozott fülbevalót. A rendőrök a helyszíni adatgyűjtés során rövid időn belül azonosították a bűncselekményel követésével gyanúsítható férfit. Időközben két újabb bejelentés érkezett. Szintén éjszaka egy másik Tiszabűi családi ház teraszáról egy DVD lejátszót és egy kerékpárt vitt el az ismeretlen, valamint a szomszédos ingatlanból egy zsák cementet és kéziszerszámokat. Felmerült a gyanú, hogy a két későbbi bűncselekményt is ugyanaz követte el, mint az elsőt. A rendőrök előállították a tiszabűi lakost és gyanúsítottként kihallgatták. Megállapították, hogy a 26 éves férfi ellen már van folyamatban eljárás, így a kunhegyesi rendőrök egyesítették az ügyeket. már 13 rendbeli az elmúlt 5 hónapban elkövetett vagyonelleni elleni bűncselekmény róható a férfi terhére, melyekkel összességében több mint 1 millió forint kárt okozott. A nyomozók ürizetbe vették a tiszabői férfit és kezdeményezték letartóztatását.